Az új év és az új esztendő fordulójához számos hiedelem köthető. A népi kultúrában a jóslás elvégzésére alkalmas időnek tartották. Az erre épülő népszokások, tiltások és javallások zöme ma is él. Az étkezési szokásainkra is hatással vannak a népi hiedelmek. Az, hogy ilyenkor mit tanácsos enni és mit nem, az szoros összefüggésben van ezekkel. A halat tesszük szilveszter éjszakáján, amivel úgy haladjunk előre, meg disznó növendéket, semmiféle csirkét nem, mert az hátrafele kapar, és szilveszter éjszakáján meg gyerekkori hagyomány volt az, hogy szilveszter éjszakáján pánkot sütni, a szüleink azt sütöttek, és írtó finom volt. Az év első napjához további szokások köthetők. Ha elmegyünk otthonról, vagy valaki jön, legelsőször egy férfi jön be a házba, vagy udvarra, vagy... Meg egy másik az, hogy kapjon pénzt a zsebedbe az új év. És fogkagymát. És fogkagymát, mert ez azt mondja, hogy szerencsét fog hozni. Ma talán humorosan hatna, ha például ennél az útkereszteződésnél valaki búzát vagy zabot szórna szét. A galambok biztosan örülnének neki. A népi hagyomány azonban nem rájuk volt tekintettel. Úgy tartották, hogy aki új év előtt így cselekszik, az éjjel megláthatja álmában a jövendőbeliét. Vajda András néprajzkutató azt mondja, van olyan szokás is, amely általánosságban elterjedt. A szilveszterhez ugyanakkor kapcsolódnak másfajta szokások is. Például az, amit mi időnként bosszankodva tapasztalunk, hogy petárda vagy különböző eszközökkel zajkertés történik. Ez valójában a népi kultúrában gyökerező hagyomány. Úgy tartották, hogy a zaj csinálással tulajdonképpen a gonoszt űzik el. Egyes elemek, szimbólumok jelentése vidékenként eltérhet, éppenséggel ellentétes lehet. Az viszont tény, hogy számos szokás tovább él. Mások pedig eltűnőben vannak, de ezek helyébe már érkeznek is az újak a tömegkommunikáció és kultúra termékeiként.